Kutyával felfegyverkezve vágtunk bele, hogy leteszteljük Szombathely első kutyajátszóterét a Szabadidő Központ felső részén átadott létesítményben. Pereszlényi István, a MEOE Szombathelyi szervezetének elnöke kalauzolt el bennünket. Az első alkalommal, aki jelentkezik és regisztrál, annak be kell mutatnia a kutyának az oltási könyvét. Mert ugye az sajnos nem megengedhető, hogy olyan kutyusok is részt vegyenek itten, ebbe a közösségi életbe, mert ugye kutyáknál ez egy közösségi élet, amikor többen együtt vannak, ami nem rendelkezik az előírt oltásokkal, mert bárkit egymást megharaphatják, a gazdát vagy felvezetőt, bárkit, és akkor abból ugye komoly problémák adódnának. Én most el is hoztam egy kutyát, illetve hoztam egy oltási könyvet, akkor nézzük meg, hogy rendben van-e. Igen. És hogyha igen, akkor... menjünk be a játszótérre. Azt mondja, hogy ezek ugye az alapvető oltások, a veszettség elleni oltás tulajdonképpen az, ami, államilag előírt követelmény, a kutyus 2010-2011. szeptember 16-ban be volt oltva, tehát tulajdonképpen rendelkezik a szükséges két oltással, valamint nem is járt le annak az ideje. Szerintem menjünk beljebb. Hát akkor lássuk is a feladatokat. Néhány kutyának ez a hely bizony maga a mennyország, ami Ebbünknek, akit mellesleg Bubinak hívnak, inkább az jelentett élvezetet, hogy hol kapirgáljon vagy jelölgessen, a feladatokkal már inkább küzdöttünk. Más kutyáknak azonban nem jelentett nagy kihívást jól érezniük magukat. Ó, okos vagy! Jól vagy! Ja? A kutyusok helyett most gazdiaik mondták el véleményüket. Én amikor beléptem ide, akkor azt gondoltam, hogy ez nem is játszótér, hanem ilyen szimpla kiképzőtelep. Hát igazából kipróbáltuk a dolgokat, Démi figyelt, nem nagyon értette, hogy mit kell csinálni. Őt én tanítottam, tehát ő nem kutyaiskolába járt, hanem csak én tanítottam őt. És... hát úgy gondoltam, hogy azért teszünk egy próbát. Azért egy kis türelemmel ráérzett az ízére, és nagyon pozitív meglepetés volt egyébként nekem az, hogy utána már gyakorlatilag magától csinálta a dolgokat. Tehát parancsszó nélkül, és ez azért így elképesztő. Én nagyon örültem ennek, tehát nagyon pozitív tapasztalat volt. Nagyon jó ez a kutyajátszó tér, ugyanis van már olyan feladat, amit eddig nem csinált meg a kutya, most viszont 5 perc alatt sikerült rávennünk. Még sose volt ilyen jellegű pályán, úgyhogy neki ez egy újdonság volt, de ahhoz képest, hogy az első alkalom volt szerintem elég jól teljesített. A terület egyébként kiválóan alkalmas arra, hogy kedvencünk kifutkározza magát más blökikkel. Mindezzel a MEOE még nem tekinti befejezetnek feladatát, újabb fejlesztéseket tervez az ország második kutyajátszó terén. Tehát ez a fele, ami a pálya felé néz, ez nyitott lesz, és akkor, hogyha amikor így most esik az eső, vagy tudom én, erősen süt a nap, akkor oda be lehet menni, le lehet ülni, adott esetben meg lehet inni egy üdítőt, vagy egy sört, vagy akármit, el lehet beszélgetni, tehát akkor lesz ez igazán teljes, és akkor lesz ez igazán kész, amikor már ezt is megvalósítottuk. A kutyajátszótér egyébként szerdánként 16 órától, vagy pedig előzetes bejelentkezés alapján várja a négylábúakat és gazdíkat. Azaz, nagyon ügyes, oké. Szuper, mind a kettő ül. Oké, Démi, csücs.